Kodály és egész élete, egész műve a szabad levegőhöz, a földhöz, a tájhoz, de főleg a hegyekhez kapcsolódott. Én úgy éreztem, hogy a hegyeken keresztül fogom őt valaha megérteni, őt a mindenkinél titokzatosabbat, kiismerhetetlenebbet és varázslószerűbbet. Úgy is neveztük akkor őt néhányan a hegyi varázsló. 1919 ősze óta jártam fel hozzájuk, attól kezdve, hogy Kodályt fegyelmi úton a Tanácsköztársaság alatti viselt dolgaiért száműzték a Zeneakadémiáról. Ott voltam növendéke akkor már 2 éve. Nyugtalanított, kergetett valami ködös sejtelem, valami oldhatatlan kíváncsiság, hogy többet tudjak róla, rejtelmes tanárunkról, hiszen nagy részünk a zeneszerző osztályban azt sem tudta róla, hogy komponál. De Kodály nagyon keveset beszélt önmagáról. Első kéziratát, a szóló gordonkára írt szonátájét is puszta véletlenből fedeztem fel egyszer a zongoráján, reávaló várakozás közben. Ez a zongora a nagy sarokszobában állt, itt játszott Kodály először a Psalmusból, itt énekelt próbát Palló Imre és Bazilides Mária, itt tanulta a gordonka szonátát Hermann Pál. Általában kevés beszédű, szűkszavú volt, magamban mindig a mesterdalnokok Hans Sachsához hasonlítottam. Néha meg mást játszottam vele, képzeletben. Ő volt Grimmelshausen remetéje, én pedig az égő faluból menekült, erdőben bolyongó Simplicissimus. Szabad levegőn lenni, kint lenni, és lehetőleg mindenen kívül lenni, mindentől távol és mindenek felett. Ez volt a jelszó. Kodályék számára nélkülözhetetlen volt a szabad levegő, a sok levegő, az erdei és hegyi levegő. A mozgást is fontosnak tartották. Kodály rendszeresen tornázott, engem is megtanított legfontosabb gyakorlataira, rendszeresen járt és rendszeresen sportolt. Télen is nagy sétákat tettünk. Felvitt a normafához, ő síelt, engem meg ródlézni tanított. Módszeresen nevelte magát, eredetileg gyenge és törékeny alkatát a tartós egészségre, a hosszú életre. Bartóka is ezt tette különben. Nyáron sokszor labdáztunk, főleg a Hüvös völgyben. Sándor Pálék ottani villájának, Völgy utca 9 alatt, a kertje aljában volt egy Kodályék számára fenntartott kis földszintes nyaraló, és Emma asszony sokszor ott várta be férjét, ha napközben Áldás utcai lakásában, mint a Psalmus keletkezése idején, 1923 nyarán, dolgoznia kellett, és csak estére kelve érkezett ki hozzá a városból, a hegyeken át, gyalog. Néha a hegyek között találkoztunk. Így valamelyik téli reggel a Gugger hegyi útján, ahol váratlanul szembe jöttek velem. Máskor gyöngyvirágot szedni indultunk a Hüvösvölgyi Kecskehegy tövébe, és néha meglepett bennünket az este kirándulás közben. A Guggerhegy kilátójáról a város fényeit figyeltük, és a hegy mögötti völgyben a hármas határhegy felé egyszer a felszálló hold rőt ezüst tányérját csodálhattuk meg. Miről is volt szó ezeken a kevés beszédű sétákon? Mégis mindenről a világon. Zenéről, tájakról, emberekről, emlékekről és tervekről, egy valamikor megirandó magyar zenetörténetről, egy soha el nem készülő dallamtörténetről, népdalgyűjtésről, színházi tervekről, fiatal zenészek vázlatairól, eltűnt barátokról, mindenről, amit még meg kell írni, amit meg kell valósítani, amivel nevelni lehet és változtatni lehet. Történelemről, természetről, politikáról, csillagászatról és filozófiáról. A szabad levegő ihletet, a séta adott formát és keretet mindenhez. Kodály a legszigorúbb nevelő volt, a legigényesebb és legihletőbb. Ha elváltam tőle, mindig úgy éreztem, hogy a havasok levegőjét viszem magammal.